itt vannak az A5-ös füzetek az elsőtől egészen 8. osztályig, aztán vannak a nagyoknak természetesen szintén design füzetben az A4-es füzetek. Tömött sorokban a füzetek és az írószerek a szekszárdi Pátrix üzletben. Itt már minden készen áll a szeptemberi tanévkezdéshez. Papírtermékek nagyjából 300 forinttól kaphatóak, de van táska, ami 30 ezerbe kerül. A bolt vezetője azt mondja, nincsenek könnyű helyzetben sem ők, sem a vevőik, mert a beszerzési árak drasztikusan emelkedtek tavalyhoz képest. Egyelőre főként kivárás van itt a tanszerpiacon. Amit még el tudok mondani, hogy igen, jelentős áremelkedés történt tavaly óta, természetesen a papírnak a világpiaci ára óriásian felment, ezért a füzetek nagyon nagy mértékben drágultak. A többi tanszerről azt tudom mondani, hogy 15-20%-os drágulás van. Éppen emiatt a vevők egyelőre kivárnak, és sokan térnek be hónapról hónapra is, hogy apránként szerezzék be a szükséges dolgokat. A szakember szerint a legnehezebb dolguk azoknak a családoknak van, ahol a gyerek vagy gyerekek az első osztályt kezdik meg. Ott ugyanis nebulonként akár 60 ezer forintba is kerülhetnek a szükséges papíráruk és írószerek. Nekünk kis vállalkozásoknak most nem panaszkodni kell, hanem igencsak fel kell vennünk a fonalát a kereskedelemnek. Ugyanis mindenki nagy erővel száll be ilyenkor a multik, és természetesen az iskola szezonban. Tehát úgy érzem, hogy fölértékelődik a szakértelem, és fölértékelődik az óriási választék. Az is felértékelődik, hogy mi egész évben tudjuk nyújtani azt a választékot, amit ilyenkor a szülők keresnek. Az üzlettulajdonos egyébként azt mondja, aki teheti, inkább némileg drágább, de minőségibb eszközöket vesz. Egy ilyen füzet például még sok év múlva is bátran elővehető.